tartsiklangot kell csinálni, vagy nőnyőnek szedi vizsgálatot, vagy hát minden. Hát persze, minden. A környéket föl kell tárni. De most még nem is reggeliztél, mi? De. Reggeliztél, amiket az... Jó. Na, velük ilyen. Gyere. Orvosi tanulmányaim mellett én úgy éreztem, hogy kiegészít engem, mert az érzéseimet azt el tudtam mondani ebben a klubban, azt megértették, mások is elmondták, tehát egy olyan hangulat, olyan környezet alakult ki, ami nekem nagyon jól esett, és aztán elkezdtem kisfilmeket csinálni. 68-ban nyáron ugye dolgoztam egy autószervizben, kocsimosóként, nem mondtam meg a főnökömnek, hogy egyetemista vagyok, azt hittem, hogy segédmunkás vagyok, és az leszek egész életemben. A következő héten visszamentem kamerával, és hát akkor az ő életéről, a napi munkás életéről csináltam felvételeket róla, aztán, hogy hogy jár az utcán, a budapesti utcán, mi érdekli, mit lát, mit fedez föl, hogy utazik a villamoson, ha meglát egy lányt, akkor hogy kelti fel benne a fiú érzését. Szóval nagyon érdekes volt ez a fiú, mert azt jelentette számomra, hogy hát egy ilyen fiatal ember, aki végül is a saját erejéből jutott el oda, hogy egy szervíznek a főnöke legyen, az hogyan látja maga körül a világot. És hát akkor ez egy adalék volt ahhoz, hogy szép az élet, haj. De jó volt ezt megcsinálni, és akkor úgy éreztem, hogy a filmezés az nekem egy olyan segédeszköz, olyan kiegészítő csoda, ami az én orvossá válásomhoz hozzájárul, mert sokkal színesebb lett az életem, és kellemesebbé tette az életemet, gazdagabbá. Tehát egy óriási dolog a film, illetve az, hogy képekben gondolkodhat az ember, képekben elmondasz egy történetet. És az a történet az úgy sikerül elmondani, hogy másik embernek is a lelkét, a szívét megfogja. Hát ez valami csoda érzés volt. Itt vagyunk fönt, mindjárt jövünk. Ami engem, amit akartam kérdezni fent, az volt, hogy szerinted miért szükséges egy dokumentumfilm készítéséhez például. Nekem egy negyedet.